Marci. Így ismerte őt mindenki, a Barcsai mestertől kapott nevén. Angyalföldön született, szegény családban, és a gyerekkorát is itt töltötte a Tripolisnak nevezett részen. Meghatározó időszak volt ez számára, amit jól bizonyít, hogy 2005-ben felvette és büszkén használta az angyalföldi előnevet. Az alkotásai nagy részét is ezek az itt megélt emlékek ihlették. Több ezer művet alkotott pályája során a legkülönbözőbb technikákkal, a krétától a pasztelen át az olajképekig. Hagyatékát a Körmendi Galéria őrzi és ápolja. Ő elsősorban a gyerekkori élményeiből táplálkozott. A Tripolisból, meg az ottani életből. Aztán táplálkozott a háborúból. Aztán megfogta őt a munkás környezet építészetileg is, tehát rengeteg olyan műve született, amelyben gyárak belsőit, meg gyárkéményeket, meg ilyen enteriőröket festett, és aztán festett szép csendéleteket is, azt is nagyon szerette. Aztán ugye voltak az egyházi jellegű képei, ugye a festett például keresztre feszített Krisztust, amelyiknek ökölbe van a keze. Tehát szóval nagyon, nagyon érdekes volt az ő művészete. És nem csak itt Magyarországon, hanem ugye volt neki galériás a Németországban is, aki nagyon sok képét eladta, meg nálunk vásároltak amerikaiak is, akik aztán kivitték Amerikába. A bécsi amerikai nagykövetnő keresett fel minket a Deák Ferenc utcai galériánkban 90-es évek közepén, és 6 darab Szabó Zoltán képet vitt ki Bécsbe, mert Bécsbe volt nagykövet. Úgyhogy szerintem, ha ő nem ide születik, hanem például egy olasz, hát akkor fantasztikus élete lett volna. De így is nagyon szeretett itt élni. Hiszen saját bevallása szerint is ez, vagyis Angyalföld, és az egykori Tripolis volt az ő hazája. Dr. Körmendi Anna 30 éve foglalkozott a művészetével, és teszi ezt ma is. Az évek alatt a munkakapcsolatból barátság alakult ki. A 90-es évek elején ismerkedtünk meg Szabó Zoltánnal. Egy nagyon kedves barátunk vitt el hozzá, és hát azonnal egymásra találtunk. Én egy munkás családból származom, és hát ugye a Szabcinak az egész mentalitása, a beszéde, a képei sugározták azt a környezetet, amiben gyerekkoromban én is felnőttem is. És hát az igazságérzete, meg hogy előadta a dolgokat, meg tulajdonképpen szemérmes volt, mert senkire nem akarta a műveit rátukmálni, hanem inkább mindig azt mondta, hogy hát az nem eladó, és akkor végül is azt kérdeztük tőle, hogy akkor Zolikám, hát akkor mi az eladó? És egy nagyon kedves, rendes ember volt. A művész kis termete ellenére nagy ember volt. Védjegyéül hatalmas képei szolgáltak, és tették őt egyedivé, közkedvelté, nem csak a művészek, hanem az aukciós házak számára is. Alkotásai ma is ott vannak szinte minden aukción, és angyalföldi Szabó Zoltán azon kevés művészek közé tartozik, akinek meg is vásárolják a képeit. Amíg élt, megfontolta, kinek adja el egy-egy művét, hiszen fontos volt számára, hogy jó helyre kerüljön. Sokáig dédelgetnek egy művet, de aztán, ha valakinek nagyon megtetszik, és úgy érzi a művész, hogy jó helyre kerül, és meg is adja az árát, akkor azt odaadja. Mi azért tudjuk, hogy hová kerültek a művei. Mert egyrészt, amikor komolyan elkezdtünk foglalkozni vele, mármint a művészetével, akkor el is mesélte, hogy hol vannak művei. Általában mindenről fotót csináltatott, ezteket a fotókat mi megkaptuk, beszkenneltük a hátára, oda volt írva, hogy kinél van. Életmű kiállításokat szoktak rendezni a művészeknek. Mi is rendeztünk a Deák Ferenc utcában. Akkor ugye össze kell szednünk. A Magyar Nemzeti Galériából, különböző múzeumokból, például Szolnoki Múzeumban is nagyon sok művét őrzik. Össze kell szednünk a legfontosabb képeit, és majd évtizedek múlva, és amikor Szabó Zoltán kiállítást, angyalföldi Szabó Zoltán kiállítást fognak rendezni, akkor is össze fogják szedni.
és tették ezt most is a születésének évfordulója kapcsán rendezett tárlaton, bár ez alkalommal csupán a Körmendi Galéria raktárába kellett menni a képekért. Itt most annak alapján válogattunk, hogy nagy és monumentális képek legyenek, és egy kicsit összhangban is legyenek ezek a képek, de mégis megmutassák, hogy mivel, hogyan foglalkozott a Szabti. Úgyhogy két egyforma témát nem is nagyon lehet találni, talán a tájképei, ami ott vannak, de a többi pedig jellegzetesen témája volt a művészetében. Kiállítják őt a Szolnoki Múzeumban. Elkészítettük a monográfiáját, tehát ez is egy nagyon fontos dolog, és még ugye fogunk róla készíteni, vagy a műveiről még egy könyvet, legalábbis ezt tervezzük. És hát ugye folyamatosan megy a neve azzal is, hogy az aukciós házaknál megjelennek a művei, és jelentős összegeket is fizetnek az ő műveiért. Többek között így őrzik a festőművész hagyatékát a jövő nemzedéke számára. Hisz Angyalföldi Szabó Zoltán egyike volt azon művészeknek, akinek valóban a festészet volt az élete. Egy róla készült film címe jól jellemezte őt, aki élete végéig, amíg csak a vászonhoz oda tudott menni, alkotott. Ő volt az ecsetmestere.